Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió regionális híradója április 27-én csütörtökön. Csökkent az elhúzódó perek száma Komárom-Esztergom megyében. Elkezdődött a Média VV, és csak nem 300 millió forint támogatást kaptak a győri sportegyesületek az önkormányzattól. A részletek hamarosan jönnek, de előtte nézzük ma esti kiemelt híreinket. Rossz műszaki állapota miatt fordítottak vissza egy iskolásokat szállító buszt az osztrák határról. Csaknem 200 járművet ellenőriztek a napokban, ebből mintegy 30-nak azonnal levették a rendszámát. Kisebb az érdeklődés a nyári diákmunkák iránt, mint korábban. A szakértők szerint ennek az az oka, hogy egyre többen vállalnak évközben is munkát az iskola mellett. Magabiztos győzelemmel kezdte a CMB Karga Uni Győr a bajnoki bronzcsatát. 91-64-re verték Völgyi Péter tanítványai a Cegléd-et. És marad a borús, hűvös idő a következő napokban is. Adásunk végén jön a részletes időjárás jelentés. "189 buszt és teherautót ellenőrzött a rendőrség az osztrák autópálya fenntartó műszaki szakértőivel a napokban Hegyeshalomnál. Az ellenőrzöttek közül 29 jármű rendszámát vonták be a helyszínen. Egy Budapestről Londonba tartó iskolásokat szállító buszt sem engedtek tovább a hatóságok, mivel a fékkel és a kormányművel is baj volt. Ez az autóbusz a már rutinszerűvé vált határellenőrzés után továbbhajtatott Ausztriába, többen azonban az elmúlt napokban nem tehették ezt meg, mivel az osztrák hatóságok műszaki ellenőrzést is végeztek a határátkelőnél. Szerintem úgy veszik ki az autókat, hogy látják már, hogy mennyire öreg az autó, mennyire fiatal az autó. És akkor gondolom, amelyiken látják, hogy egy öreg autó, azokat kiszedik, az újabb autókat nem szedik ki. Egy diákokkal teli autóbusz sem mehetett tovább, mivel kiderült, a fékkel és a kormányművel is gond volt. Sok hibás jármű közlekedik az utakon, ezért jó, hogy van biztonsági ellenőrzés, mondták el híradónknak az általunk megkérdezett kamionsofőrök. Azért előfordulnak még műszaki problémás járművek az úton, és én jónak tartom azt, hogy ellenőrzik ezt. Néha túlzásba viszik egy kicsit, főleg itt a szomszédok, de na, azért van benne igazuk, hogy tehát ezt ellenőrizik. Hát általában itt kormány futómű ellenőrzés van, ha erre kerül sor, hogy beviszik a műhelybe. Nagyon sok az idősebb jármű, tehát amelyik már korosabb, és akkor inkább azoknak szükséges nagyon az ellenőrzés. Meg az abroncsok milyen állapotban vannak? Általában a románokkal van sok probléma, és meg a bulgárokkal. Ott vannak ilyen öregebb autók, mert a magyar fuvarozók általában már 3 évenként cserélik az autót, nincs is értelme tovább tartani. A rendőrség az osztrák autópálya fenntartó műszaki szakértőivel összesen 189 buszt és teherautót ellenőrzött, ebből 29 járműrendszámát vonták be a helyszínen. Idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés személyi jövedelemadóra és egészségügyi hozzájárulásra, maximum 200 ezer forintig, adta hírül a NAV. A kedvezménnyel azok élhetnek, akik nem vállalkozók és nem kötelezettek áfa fizetése sem. A lehetőséggel a NAV által készített adóbevallási tervezet módosításával is lehet élni. Az első részlet megfizetésének határideje május 22-e. A további részleteket a kérelmezett hónapok számától függően legkésőbb október 20-áig kell befizetni. A fizetési kedvezmény engedélyezéséről a hivatal nem küld külön értesítést, csak az kap visszajelzést, aki nem felel meg a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek. A nyár nem csak a pihenés, hanem a diákmunkák időszaka is. Ilyenkor sok tanuló gondolja úgy, hogy szabad idejét feláldozva pénzt keres, hogy azt tanulmányaira vagy nyári elfoglaltságára fordítsa. A nyári roham mostanában már nem olyan nagy, egyre elterjedtebb ugyanis a munkahelyeken, hogy évközben is adnak lehetőséget a diákoknak. Április végén és május elején elkezdődnek a ballagások. Ilyenkor már többen gondolkodnak a nyári munkán. A klasszikus nyári roham már nincs azonban annyira jelen, mint korábban. Persze a kimondott nyári munkák, mint a strandőr vagy a vízimentő,
ilyenkor érhető csak el az irodákban. Azt érezzük, hogy ebben az évben abszolút nincsen már holt szezon, tehát folyamatosan a cégek részéről nagy az érdeklődés és nagy az igény a diák munkára is. Vannak olyan visszatérő partnereink, akik kimondottan csak a nyári időszakra veszik igénybe a diák munkaszolgáltatást, de vannak olyan cégek, akikkel folyamatosan egész évben dolgozunk együtt. Az érettségi szünetben is érdemes már akár munka után nézni. Ilyenkor még nagyobb a választék, és hosszú távon is kifizetődő lehet, ha valaki időben gondoskodik diák munkáról. Most az érettségi szünet egy jó alkalom lehet arra, hogy azok, akiknek a suli mellett nem fért bele az idejükbe, kipróbálják egy kicsit a munkát, és már májusban elkezdjenek dolgozni, így igazából előnyt élveznek azokkal szemben a nyári munkáknál, akik kimondottan csak nyáron egy-két hetet szeretnének munkát vállalni. Többen már a tanulmányaik mellett is folyamatosan dolgoznak, hogy az iskola költségeit is állni tudják, valamint tapasztalattal is gazdagodhatnak ilyenkor, mely segítheti a későbbi érvényesülésüket. Mindenképpen HR szakmában szeretnék elhelyezkedni a későbbiekben is, és itt nagyon jó lehetőségem van, sokat tudok tanulni. És nekem ez fontos, így ha kilépek a munkaerőpiacra, akkor is már jó tapasztalatokkal leszek felvértezve. A nyári munkaszabályai alapvetően nem változtak. Ami fontos, hogy bruttó 733 forintos órabértől indul már a fiatalok bére, tehát ismét emelkedtek a diákok kereseti lehetőségei. Csökkent az elhúzódó perek száma Komárom-Esztergom megyében, derült ki a megyei összbírói értekezleten. A fellebbezések száma viszont emelkedett, a számuk összességében 29%-kal lett több 2016-ban, mint az előző esztendőben. Főleg a polgári ügyekben volt jelentős az emelkedés. A hatályon kívül helyezett ügyek száma viszont a tatabányai törvényszéken meghozott ítéletek esetében volt a legalacsonyabb, és a helyben hagyott elsőfokú döntések esetében is jó az arány, országos szinten a második legjobb. Szerdán délután tartotta a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara tavaszi küldöttgyűlését. A küldöttek megtárgyalták a kamara tavalyi évi gazdálkodását, elfogadták a mérleget, új felügyelőbizottsági tagokat választották, és bemutatták az új könyvvizsgálót is. A gyűlésen szó volt a jövőbeni célokról is, és átadták a kamarai díjakat is az arra érdemeseknek. Szerda délután tartotta a kamara tavaszi küldöttgyűlését, a napirendi pontok megtárgyalása előtt azonban a küldötteknek Szalai Antal, a nagy-nyugat-európai cégek beszállítójaként működő Proverta ZRT tulajdonosa tartott előadást. A Németországban élő magyar származású 85 éves üzletember két lényeges különbséget emelt ki Németország és Magyarország gazdasági működése között. Az egyik, hogy bár Németországban jóval magasabb a bérszínvonal, mégis nagyobb az ott befektetők aránya, mint hazánkban. A másik pedig, hogy amíg Németországban a politika támogatja a gazdaságot, addig hazánkban ez fordítva van. Nem a politikaiakat kell előretenni, hanem az üzletieket kell előtenni. Sem az országban, nálunk Németországban a politikusok nem játszanak olyan a szerepet. Tehát itt a sorrend, azt kell itt megváltoztatni. Az előadás után a küldöttek megtárgyalták a kamara és a kamarai non-profit Kft. 2016-os gazdálkodását, és elfogadták a mérlegbeszámolót is. A szolgáltatási bevételei 13,5 millió forinttal növekedtek, tehát ez egy szép növekmény. Voltak extra kiadásaim, és a tavalyi évnek a legextra kiadása az volt, hogy fél éven keresztül kellett a titkári pozíciót finanszíroznunk. Tehát ugye a régi titkárunk az elment, és egy új titkár, és azért ez egy plusz kiadás jelent, és ezzel együtt 15 millió a maradványunk. A küldöttgyűlés megválasztotta a felügyelőbizottság tagjait, elbúcsúztatták a kamara 2001-től tevékenykedő könyvvizsgálóját, a gyűlésen természetesen utódja is bemutatkozott. Olyan cégeknek vagyok a könyvvizsgálója, amelyek tulajdonképpen szinte az egész gazdasági életet lefedik. A filmek munkáló cégtől, a ruhaipari cégen keresztül, a önkormányzaton, zálogház, patika és szálloda szerepel a palettámon. Szó volt a kamara jövőbeli céljairól is, a legfontosabb pedig, hogy a tagok saját bőrükön keresztül érezhessék a kamara működését és annak előnyeit, fogalmazott Pintér Péntek Imre. A napirendi pontok megtárgyalása után pedig átadták a kamarai díjakat is, a megye gazdaságáért díjat a Danahangeri Kft. Kapta.
A téli időszak is tevékenyen telik a gyerektáborok életében, ekkor szerveződnek a következő nyári programok. A sikeres munkának köszönhetően idén is 10 héten keresztül várják majd a diákokat Győrújbaráton is. A bentlakásos táborok hétfőtől szombatig tartanak, és változatos programokkal készülnek minden korosztály számára. Télen sem tétlenkedtek, így már készülnek a Győrújbaráti gyerektáborban is a nyári programokra. Idén is közel 3000 diáknak adnak lehetőséget a táborozásra a 10 hét alatt. Szaktáborokat nem szerveznek idén, de igyekeznek minden igényt kielégíteni, amire a több korosztályból érkező diákoknak szüksége lehet. Mi kizárólag üdülőtáborként üzemelünk. Ez azt jelenti, hogy olyan programokat, olyan délutáni foglalkozásokat szervezünk a gyerekeknek, amik nem tematikusak. Tehát próbálunk minden érdeklődési kört kielégíteni, és minden korosztályt kielégíteni a programokkal. Nagyon sikeres az animátor programunk. Tavaly évben volt először, hogy a gyerekeknek a programokat az animátorok szervezték, és az animátorok bonyolították le. Nagyon tetszett a gyerekeknek, nagy sikere volt, úgyhogy az idei évben erre erősítünk rá. Ahogy minden évben, idén is igyekeztek a tábori időszakot megelőzően felújításokat végezni. Tavalyhoz hasonlóan erre az idényre is sikerült egy vizes blokkot megújítani. Szerencsére minden évben eddig tudtunk valami újdonságot mutatni a gyerekeknek. Most tavaly a lány vizes blokkot újítottuk fel, az idei évben pedig a fiúknak kedvezünk, mert sikerült a fiú vizes blokkot is felújítani, gyönyörű szép lett, és a lányjal együtt azt hiszem most már a 21. század igényeit kielégítő helyiségeket tudunk majd biztosítani. A gyerektáborban majdnem minden gyerek Győrből érkezik általában. Talán ennek is köszönhető, hogy a januárban meghirdetett programok már biztosan teltházzal fognak elindulni. A tábor július 19-től várja a diákokat Győrújbaráton. Ma kezdődött és hétfőig tart a komáromi monostori erődben a 27. tartós hullám médiavéve együttlét. Az idei filmes versenyprogramban 90 alkotást mutatnak be, a zenei kínálatban 40 koncert és különböző műhelyek között is spontán együttműködés szerepel. A fesztivál fő témája idén az 500 éves reformáció, annak művészeti aspektusai. A szervezők a megújulás témakörében közösségi pályázati felhívást írtak ki. A pályázatra filmes, építész, installációs, képzőművészeti és közösségi ötletek érkeztek. Ezek a MediaWave alatt épülnek meg. Elkezdődött a bronzcsata a női kosárlabda NB1-ben. A CMB Karga Unió Győr hazai pályán játszotta első mérkőzését a Cegléd ellen. A két nyert meccsig tartó párharc első mérkőzésén az volt a kérdés, hogy melyik csapat kerül előnybe. A tétnek megfelelően kezdett mind a két csapat a női kosárlabda NB1 bronz mérkőzésén. A kéksárgában játszó Cegléd ugyan néhány ponttal meg tudott lépni a meccs elején, ugyanakkor a győriek gyorsan felzárkóztak. Az első negyedben kiegyenlített erőküzdelmét láthatta a közönség, a kis szünet után viszont már egyértelműen a hazaiak uralták a játékot minden tekintetben. Több extra teljesítmény is volt a hazai oldalon, Lichtarovics mellett a két amerikai légiós is kulcsszerephez jutott, így a félidőben 42-34-re vezettek a győriek. Nagyon jól tudtunk váltani védekezésből támadásba majd vissza. A Ceglédnek sok gyors játékosa van, így kulcskérdés volt, hogy a lehetőségeinket értékesítsük. Ez elég jó százalékban sikerült. Szejsa Gori a nagyszünet után is parádés játékot mutatott be, 24 pontja mellett 10 lepattanót is gyűjtött. Az ő klasszis teljesítményének is köszönhető, hogy a második félidőben az Uni Győr állva hagyta ellenfelét. A koncentrált játék eredményeként a hazaiak mindkét hátralévő negyedet magabiztosan megnyerték, így az utolsó percekben már a fiatalok is lehetőséghez jutottak mindkét oldalon. A vége 91-64 lett. A Cegléddel az egyik legnagyobb fegyver, a külső dobások az ma nagyon nem ment nekik, úgyhogy igazából nagyon örülök, hogy győztünk, a különbség az mindegy. Mind a két csapat nagyon hosszú szezonon van túl, úgyhogy szerintem mind a két csapat szeretné minél lezárni. Erre most nekünk meg lesz a lehetőségünk szombaton, hasonló koncentrációval kell játszani, és nem szabad, hogy a Cegléd ellógjon és nagyobb előnyre tegyen szert, akkor azt gondolom, hogy szoros mérkőzésen le tudunk nyerni Cegléden is. Ha nem, akkor pedig harmadik meccsen mindenképpen szeretnénk megnyerni a bronzérmet. Győri csapatban volt 2-3 nagyon-nagyon jó teljesítmény mai napon. Mi nagyon fogadkoztunk a meccs előtt, hogy megpróbálunk nyerni ma, de azt gondolom, hogy kulcsjátékosért repítették a Győrt, és teljesen megérdemel nyert. Itt gyakorlatilag mindegy, hogy egy ponttal kapsz ki, vagy 30-al, 1-0-ra vezet a Győr.
Úgyhogy innen folytatjuk tovább, remélhetőleg Cegléden sokkal jobban fogunk játszani, sokkal jobban fogunk védekezni. A két nyert meccsig tartó párharc visszavágóját szombaton este 4-8-kor játsszák Cegléden, szükség esetén pedig a harmadik találkozó kedden lesz a Magvasiban. Csaknem 300 millió forint támogatást kaptak a győri sportegyesületek idén az önkormányzattól. A klubok azonban ennek csaknem a duplájára pályáztak. A legtöbb pénzt a győri atlétikai klub kapta, a 7 szakosztály összesen 79 millió forintból gazdálkodhat. A GYAC azon kevés sportszervezetek egyike, amely pontosan annyit kapott, amennyit kért. A győri vízisport ESE 2017-re 47 millió forintot kap. A Gyirmót FC Győr labdarúgóinak az igényelt 120 millió helyett 40 milliót szavazott meg a közgyűlés. Az Audieto női kézilabda csapat 30, a győri úszó ESE 15, a SESE 8 szakosztálya pedig több mint 14 milliót kap. Összesen egyébként 44 sportszervezet jut valamekkora összeghez. Megkezdődött az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált előkészítő csapatvezetői értekezlet Győrben. A rendezvényt megelőzte a Szemle Bizottság látogatása, hiszen előbb az EJOF koordinációs bizottsága, majd a technikai delegáltak folytattak megbeszéléseket a szervezőbizottsággal az aktuális kérdésekről. A hivatalos programon hallgathatták meg az egyes területek, mint például az akkreditáció, a szállítás, az egészségügyi szolgáltatások, a biztonsági intézkedések, a ceremóniák és az önkéntesség legfőbb tudnivalóit. Ezen kívül a helyszíneket is bejárták a sportvezetők. Rossz műszaki állapota miatt fordítottak vissza egy iskolásokat szállító buszt az osztrák határról. Csaknem 200 járművet ellenőriztek a napokban, ebből mintegy 30-nak azonnal levették a rendszámát. Kisebb az érdeklődés a nyári diákmunkák iránt, mint korábban. A szakértők szerint ennek az az oka, hogy egyre többen vállalnak évközben is munkát az iskola mellett. Magabiztos győzelemmel kezdte a CMB Karga Uni Győr a bajnoki bronzcsatát. 91-64-re verték Völgyi Péter tanítványai a Ceglédet. Tömördi Szabina már meg is érkezett hozzánk ide a stúdióba, és izgatottan várja, hogy megossza velünk a térség legjobb kikapcsolódási lehetőségeit. Szia Szabina! Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Talentumok Tatabányán a Talentum iskola grafikus tanulóinak nyílik kiállítása, melyet Szigetvári Krisztina művésztanár nyit majd meg pénteken délután 5 órakor a Vértes Agórájában. Aztán ünnepi gála műsor a Táncvilágnapja alkalmából Szigeti Gábor táncpedagógus emlékére Mosonmagyaróváron. A programban a város különböző stílusokban tevékenykedő táncosai mutatkoznak majd be a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola közreműködésével. A gála műsor pénteken délután 5 órakor kezdődik a Fehérló Közösségi Házban. Aztán Győrben is megünneplik majd a Táncvilágnapját, a jeles alkalomból a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola növendékei és vendégei, valamint a Győri Balett művészei közös gála műsort adnak elő az érdeklődőknek. A Táncvilágnapjához kapcsolódó gálaest pénteken este 6 órakor kezdődik a Vaskakas Művészeti Központban. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Változóan felhős, csapadékos lesz a péntek az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Pénteken a nap elején 7 fokot mérhetünk majd, és esőre ébredhetünk. A nap folytatásában is marad a csapadék, a pénteki maximum hőmérséklet 10 fok körül alakul. Péntek estére erősen felhős időt mondanak, a csapadék alább hagyhat, de esőre még azért számítani kell, 7-9 fokot mérhetünk majd a nap végén. A következő napokban kisüt a nap, és jó időre lehet számítani. Megindul a felmelegedés északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Szombaton a derült időben, reggel és este 4, napközben pedig 15 fokot mérhetünk majd. A vasárnap is napsütésesnek ígérkezik, reggel és este 3, napközben meg 17 fok lesz. Hétfőre is napsütéses időt mondanak, a nap elején és végén 10, nappal pedig 19 fok várható.
Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták április 27-én csütörtökön. Köszönöm ma este is, hogy minket választottak. Győr, Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye friss híreivel. Holnap este ismételten várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok. A viszontlátásra! Thank you.